Épp keverik a maltert a munkások a szekszárdi városi bölcsőde udvarán. Javában zajlik az intézmény felújítása, ami valójában a 2014-ben elkezdődött munka folytatása. Idén nyárig kicserélik az irodai oldalon is a nyílászárókat, villanyvezetékeket, szigetelik a falakat, tetőt, amire hamarosan napelemek kerülnek majd. Továbbá megújul a vízvezetékrendszer is. A 70-es évek végén épült bölcsőde és udvar felújítására nagy szükség volt, mondja az intézményvezető. Amit nagyon várnak a gyerekek, és várunk mi is, az udvar teljes felújítása. Korszerűbbé válnak a pancsolóink, a csapadékelvezetők, térkövezvelen lesznek, úgyhogy a gyerekek a motorokkal, futóbiciklikkel biztonságosabban tudnak közlekedni. Illetve amit nagyon várunk, az a kis faházainknak a felújítása, amiben külső kis vécék, kis mosdók lesznek majd a gyerekeknek. A felújítás a településfejlesztési operatív programból elnyert 164 millió forintból valósul meg, és valójában kettős célt szolgál, emelte ki Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Régi épületrésznek a felújítása, hozzáigazítása a bővítéshez, ami ugye egy korszerű épület szárnyat jelentett és eredményezett, pedig azt kell, hogy jelentse, hogy jobb feltételeket tudunk a gyermekek számára biztosítani, a bölcsődei gyerekek számára biztosítani, de az sem elhanyagoltó szempont, hogy ezzel a korszerűsítéssel jelentősen fog csökkenni az épület fenntartására fordított összeg. A szekszárdi városi bölcsődébe jelenleg 120 gyerek jár, a felújítás várhatóan július végére fejeződik be.